A március 8-a óta tartó kormányzati rendelkezések értelmében digitális oktatásra álltak át az iskolák. Pásztor Gergely igazgató azt mondta, a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a végzősök sikeresen érettségizhessenek. Mindeközben jönnek az eredmények az országos középiskolai tanulmányi versenyen való szereplésekről. Köszönjük szépen, hát a sirontúli hangulat az drámai módon érzékelteti a helyzetünket, hát csend van az épületben. Ügyeletet tartunk, mindenki digitális munkarendben tanul. Hát igyekszünk a végzősöket az érettségi előtti másfél hónapban most már a célra irányítani és megfelelően hangolni őket a megméretetésre. Ez bizony nehézséget okoz nekik is, meg nekünk is, mert a jelenlegi oktatásban ez azért hatékonyabb. Minden eszközt bevetünk annak érdekében, hogy sikeres legyen az érettségiük. Ahogy a többi évfolyam és osztály esetében is a kollégáim megfeszített munkatempót diktálnak, azt érzékeljük már, hogy a tavaszi fáradtság most többet jelent, mint a korábbi években szokott jelenteni, hiszen azért a digitális munkarendben motiváltan tartani a tanulókat és motiváltan tartani a pedagógusokat különösen nehéz, de én azt gondolom, hogy országos összevesedésben is álljuk a sarat. Sikereink is vannak, éppen mostani hír, hogy a Történelmi Munkák TV-n szereplő tanulónk benne van az országos döntőben a 16. helyen, és onnan várja majd a folytatást. Ahogy Fizika OKT TV-ből is folytatani, országos 8. lett, Takács Gerének az országos szereplése meg még várat magára, de a 17. helyről még jelentősen javulhat az ő helyezése felfelé is, úgyhogy a munka zajlik, az iskola működik, és az érettségi felkészítés rendben zajlik. A végzősök már március óta otthonról tanulnak, így számos emlékezetes eseményből kimaradtak. Hát élményekben azért azt gondolom nem lesz hiány, főleg, hogyha már egy picit az ember olyan deresedő homlokkal fog visszagondolni ezekre az évekre, akkor valóban úgy érezheti, valami hőstetnek volt a részese, hiszen szokták ezt az időszakot egyfajta háborúhoz is hasonlítani, amit meg most túl kell élnünk. Vannak élményeik, abban egész biztos vagyok. Hát amiket itt felsorolhattál, azok valós hiányok egyébként. Elmaradt a szalagavató, helyette egy nagyon ünnepélyes, belsőséges és nagyon megható szalagtűző ünnepséget tudtunk tartani. Részben pótoltuk azt az élményt, ami a nagy ceremóniából kimaradt, de természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az osztálytáncokat, a nagy keringőt, a szép ruhákat nem tudtuk ezzel pótolni. Az is igaz, hogy elmaradtak külföldi utak, elmaradt például az a csodálatos külföldi tanulási lehetőség, amit a kormányzat tavaly nyáron szeretett volna elindítani. Anyanyelvi környezetben tanultak volna angolul, németül a diákok a mi részünkről Írországon és Németországban. Ezt ők is fájlalják, és mi is. Való igaz, hogy ezeket nem tudjuk pótolni, de most azt hiszem, hogy a legfontosabb az érettségre való felkészülés lesz. Sok mindent tettünk ennek érdekében, többek között mi már jóval korábban elkezdtük a tanulókat csoportos munkaformába visszaívni az iskolába, még itt a Covid harmadik hullám előtti időszakban, és az nagyon sikeresnek mutatkozott, és azt nagyon hálásan köszönték a diákok, hogy lehetőségük volt bejárni az iskolába. Nem tudom, hogy lesz-e mód erre az elkövetkezendő hetekben, de amit lehet, azt megteszünk, megtettünk és meg is teszünk az érdekükben. A tanárok és diákok számára egyaránt megterhelő az elszigetelt munkavégzés. Hát azt hiszem, most nem ezen jár az agyunk, hogy bírjuk-e vagy sem, hanem csináljuk. Kicsit visszatérek a háborús hasonlathoz, tehát akik a frontélményekről beszámolnak, azok is azt mondják, hogy a lövészárokban nem, sokszor nem azon gondolkodtak, hogy mi lenne ha, hanem az foglalkoztat őket, ami van, ez a realitás élmény. De hogyha erről beszélgetünk magunk között, azért tapasztalom azt, hogy nagyon nehéz motiváltságot megőrizni ebben a helyzetben. Nagyon egyszerű oka van egyébként ennek. Azt tapasztaljuk, hogy a munkánk hatékonysága az csekélyebb, mint a jelenlétiben. Ami egy érdekes tapasztalat, hiszen annak idején, még amikor itt zajlott az oktatás, akkor mindenhonnan azt hallottuk, hogy használjunk digitális eszközöket, varázsoljuk le a tanulókat a különböző platformok használatával, különböző internetes kérdés, kvíz játékok alkalmazásával, és azt gondoltuk, hogy valóban ez a legelbűvölőbb dolog a világon, és talán a mi személyünk már annyira nem is elbűvölő. Most azt tapasztaljuk, hogy nehéz a tanulókat nehezebb motiváltan megőrizni, megtartani, mint a jelenlegi oktatásban, mert egyszerűen a hatékonyságát nem érezzük olyannak, ami ennek a saját személyes jelenlét melletti munkavégzés hatékonyságát érezzük. Ezt egyébként országos mérések is alátámasztják. Volt egy felmérés, aminek a eredmény az lett, hogy a tanulók 50-nél több százaléka legfőbb előnyének azt nevezte meg a digitális oktatásnak, hogy a kertből is lehet tanulni, meg az ágyból is.
A hátránynak pedig azt érzékelték, hogy többet foglalkoznak a tananyaggal, mint szoktak, és az eredmény pedig ettől elmarad. Tehát azt hiszem, hogy ez az élményünk közös, a tanulók és a tanárok élménye, ez bizony hátravetti egy picit az ember jó kedvét, de hát minden nap fölkelünk és minden nap újra kezdjük, tehát sosem adjuk fel a reményt, hogy azért mégiscsak sikerül ezt a tanévet rendesen zárnunk. A jelenléti oktatás újraindításáról jelenleg nincs információ, azonban fel kell készülni arra, hogy digitálisan zárják a tanévet. Azt látjuk, hogy a heti döntések, vagy a két hetente megszülető szigorítások, vagy éppen feloldó döntések, azok mindig az aktuális járványügyi helyzet függvényében zajlanak. Most nem lehetünk optimisták. Én azt gondolom, hogy ha a jövő hétre tekintünk, akkor egyáltalán nem jobb a helyzet, mint ami múlt héten volt, sőt, hogyha azt halljuk, hogy a megbetegedések száma továbbra is meredeken emelkedik, akkor valószínűleg még rosszabb helyzetre is számíthatunk, mint ami volt eddig. Én ebből arra következtetek, hogy jelenlegi oktatás idén nem lesz, de ez egy magánvélemény. Minden esetre nekünk fel kell készülnünk arra, hogy a tanévet így fogjuk zárni, ehhez az eszközeink rendelkezésre állnak, a kollégáim minden szinten azon vannak, hogy mind a maguk digitális módszereit tekintve, mind pedig azt az adminisztrációs értékelő feladatot, ami a tanévzáráshoz szükséges, ezt elvégezzék. Úgyhogy szeretnénk visszakapni a tanulókat, szerintem ők is szeretnék visszakapni az iskolát egymást, talán még picit mi is hiányzunk nekik, de hát az a realitás, hogy föl kell készülnünk arra, hogy digitális munkarendben zárjuk a tanévet. Pásztor Gergely a tavaszi szünetre mind a diákoknak, mind a tanároknak kikapcsolódást kívánt. Hát pihenni mindenképpen mindenkinek kell, tehát megint ez csak egy ilyen virtuális, hogy mondjam, illúzió, hogy az otthon végzett munka az gyakorlatilag nem munkavégzés, hanem ott keveredik az otthoni lazulás és pihenés. Azért mégiscsak van stressz az ember életében, mégiscsak azok, akik törekednek arra, hogy részt vegyenek ebben a munkában, nagyon elfáradnak. Azért a képernyő előtt végzett munka, az valahogy úgy érezzük, hogy több energiát, több erőt kivesz az emberből. Tehát én inkább azt javaslom mindenkinek, hogy felejtse el a tavaszi szünetre a képernyőt, felejtse el a digitális eszközöket, tegye félre a telefonját, kapcsolja ki, menjen ki a szabadba, ha lehet, akkor élvezze a természetet, a napsütést, az ébredő tavasz, szívja magába sok-sok D-vitamint, mert ezek azok, amelyek aztán visszaadják az életkedvet, és akkor szépen fogjuk a tanévet zárni.